Tisztelt Istenendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, hamvazó szerda nevében hordozza azt a szertartást, amelyet mi katolikusok végzünk a Szent 40 nap kezdetén. Sokan a morbid dolognak tartják, hogy hamuval hintjük meg a szertartáson résztvevők fejét, holott itt inkább csak a valóságról van szó, bár jelképes szertartása a bűnbánatnak, ahogy ez már az Ószövetségben is volt, hogy a bűnbánatot tartó ember meghintette magát hamuval, az elmúlásnak a jelével. Az a kétféle változat, amit ilyenkor mondunk, emlékezz ember, hogy porból vagy sporrá leszel, valamint tartsatok bűnbánatot, higgyetek az evangéliumban, nagyon fontos jelentőséggel bír. Az első, hogy emlékezz ember, hogy porból vagy sporrá leszel, visszanyúlik a teremtés elejére, a bűnbánat vagy a bűnbeesés után Isten azt mondta Ádámnak, arcod verejtékével keresed majd a kenyered, amíg majd vissza nem térsz a portba, amelyből vétettél. Az elmúlást idézi emlékezetünkbe a hamu és a hamuval való meghintés, és mennyire időszerű sajnos, hiszen ezrek halnak meg napjainkban, egyrészt a földrengés következtében, másrészt pedig a gyilkos egy év óta tartó háború következményeként. Nem is tudjuk fölfogni, hiszen nem vagyunk közvetlen közelükbe, de elég csak belegondolnunk abba, hogyha egy halálfélelemben, rettegésbe kellene élnünk, hogy nem tudjuk, hogy melyik éjszaka indul meg alattunk a föld, és omlik össze a házunk, vagy éppen a hadszintéren melyik rakéta talál el bennünket, mennyire másként értékelnénk az életünket, a mindennapjainkat, annyi minden háttérbe szorulna, és akkor nem lehetne vigasztalódni azzal, hogy van elég vagyonom, hírnevem van, jó sorom van, mert egyik percről a másikra mindez elmúlhat. És ebben úgy belegondolunk, hogyha nekünk is azt mondanánk, hogy nem érjük meg a reggelt, akkor nem tudom, hogy mit tennénk itt sokan, hogy mihez kezdenénk. De minden bizonnyal, hogy valami lényegeset szeretnénk ez alatt, a rövid idő alatt végbevinni. Hát ezért is ez a hamvazás szertartása összpontosítja, amit tekintetünket a lényeges dolgokra, a szükségesre, mint ahogy Jézus mondta Mária és Márta házánál, hogy csak egy a szükséges, nem az emberi életre gondol csupán Jézus, hanem az ember üdvösségére és az örök életre való eljutásra. De éppen a háború az, amelyik a legsúlyosabb bűnöknek a forrásává lesz. Már egy gyilkosság is milyen szörnyű tett, amikor a békés időben egy-két gyilkosságról hallunk, már akkor is szörnyűködünk, hogyha ott a szomszédunkban történik, hogy hát milyen világ ez, de ott megszámlálhatatlanul sokan halnak meg,
éppen az emberi bűnök miatt, mert a háború az emberi bűnöknek a következménye, és a legsúlyosabb vétek a gyilkosság, az pedig halmazati módon van ott a háborúban. És hát éppen ezért van oka az emberiségnek bűnbánatot tartani, mert bűnös emberek vagyunk. Azt mondja János evangélista, aki gyűlöli testvérét, már az is olyan, mintha gyilkos lenne, hogy el tudja az ember lélekben is követni a gyilkosságot. Bűnbánatot kell tartani, amire fölhív bennünket ismét csak a hamvazás szertartása, de ugyanakkor megadja reményt, hogy higgyünk az evangéliumban. A bűnbánathoz hozzá tartozik, hogy sajnáljuk azt, amit elkövettünk, és azt szeretnénk, hogy bárcsak ne tettük volna, mert éppen a mai embernek az a jellegzetessége, hogy nincs bűntudata. A mi korunk ebben biztos, hogy különbözik a régiektől, hogy egyszerűen megnevez egy más szóval egy-egy tettet, de mindenképpen fölmenti és kimossa az embert. Nincsen bűntudata, és ezért nem is bánja, mert ugye nincs kihez fordulnia, hiszen nem hisz Istenben sem. Márpedig a bűnbánat szükséges, ha Istenhez akarunk közeledni, a Szenthez, az Igazhoz, a Bűntelenhez. A bűnbánat tehát arra késztet bennünket, hogy sajnáljuk, amit elkövettünk, de ugyanakkor ne csupán sopánkodjunk, hanem próbáljunk meg a javulás útjára térni, hogy ezt is, ezt nem akarom elkövetni. Jó lehet az ember saját gyarló természetét ismerve, tudja azt, hogy nem fog bűntelenné lenni, de mégis benne kell, hogy legyen a szándékában, hogy a bűnt kerüli és a jóra vezető úton akar menni. Isten kegyelmével. Igen, hát ezek már hozzátartoznak a bűnbánati időszaknak a lényegéhez. A többi, a bőjt, az imádság, azok mind jól kiegészítik, és egy lelki programot is adnak. Ez az esztendő, amelyben most vagyunk, nagyon fontos kell, hogy legyen mindannyiunk számára, hiszen soha nem tudhatjuk, éppen ezek a halálesetek mutatják, hogy mikor fejeződik be az életünk, hogy készen legyünk. És a készenlétnek egy-egy ilyen lelki időtartama a Szent Nagyböjt, a Jézus Krisztussal való egyre mélyebb összekapcsolódás, azonosulás. Hiszen a Nagyböjt fő példaadója maga Jézus Krisztus, aki kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el, és a szenvedése, keresztútja, halála megváltást hozott számunkra. Induljunk el ezen az úton a Szent 40 nap idején lelki összeszedettséggel Jézus Krisztusra, a megfeszítetre fordítva a tekintetünket. Amen.